Sziasztok, én Vence vagyok, és ez itt az EAFC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rover sorozat 15. része. Ebben az epizódban nem fogjuk kezdeni a 2024-2025-ös szezonunkat, ami már az angol harmadosztályban fog lejátszódni, mivel ugye tavaly automatikus promóció helyen jutottunk fel az angol harmadosztályba. És akkor ez az epizód egy rövid epizód lesz, mivel szezonkezdő tradíció szerint játszunk az Exeter City és a Portsmouth ellen ebben az epizódban, és akkor a következő epizód egy kupa mérkőzéssel fogjuk nyitni a Carabao kupában a Shrewsbury ellen. És akkor mi történt eddig nyáron a klubnál? Elég sok minden. Az összes játékos, akit én kiszerettem volna küldeni kölcsönbe az idei szezon kezdetén, az eltávozott kölcsönbe Matthias Graf a Morecambe-nél, Petar Knezevic a Crawley Town-nál, Ralf Sommer a Hermannstadt-nál, Hannes Meyer a Pendikspor-nál, Mika Knezevic a Doncaster-nél, Nils Neumann a University Cluj-nál, és Goran Jovanovic a Radomiak Radomnál fogja tölteni a következő egy vagy akár több évet. És akkor történt egy raklapnyi új igazolás a Forest Green Roversnél. Az első játékos az David Bader, 17 éves svájci középhátvéd 60 overall, a következő az pedig Tony Rojas, ugyanúgy középhátvéd 17 éves uruguayi 61 overall. Jobb hátvéd spotra is igazoltunk Sean McManus mögé, Mahmut Kaya, a török jobb hátvéd 17 éves 60 overall. A középpályára érkezett egy új erősítés, Sammar Ali, a 17 éves morokkói középpályás 61 overall. Jobb szélre backupként az akadémiában tanyázó lengyel jobb szélső jött fel a felnőtt csapatban, Marek Baran, jelenleg 60 overallnál tart a lengyel. És akkor ezek voltak az újoncok, ezek voltak az új igazolások erre a szezonra. Eladni senki nem adtunk el a valódi játékosokon kívül, de ha jól tudom, abból a valódi játékosokból kettő van, szóval fel tudnám bontani a szerződésüket, vagy most már... Oké, akkor ezek szerint eladtam a valódi játékosokat, mert nincsenek valódi játékosok már a klubnál, szóval akkor a második szezon elejére egy teljes region squadunk lett, ami nagyon jó. A scoutok jelenleg maradtak ugyanazok, az a Brown, Tuominen, Teixeira 3-as, Brown kint van Görögországban, Tuominen kint van Írországban, és Teixeira pedig Norvégiában tölti a következő 3 hónapot. És lett egy új stadionunk, fejlesztettük a New Lawn-t, egy 10.000 férőhelyes stadiont, ami a Portsmouth ellen bemutatkozásra is fog kerülni ebben az epizódban. Hát a preseason tournament miatt nem igazán tudjuk az új srácokat befuttatni, de kapjanak azok a játékosok lehetőséget a League One-ban, akik tavaly minket feljuttattak. Így fogunk felni az Exeter City ellen: Forest, Brown, Kühn, Hermann, Kaya, Wawrzyniak, Price, Cabrera, Montoya, Ali, Baran. Baran, Kaya bemutatkoznak, Exeter City, Forest Green Rovers. Jó, Cabrera húz befelé, megtalálja Price-ot, Ibrahim Price. Price lőhet, Ibrahim! Ibrahim Price szerzi az első gólunkat a League One-ban, 7 perc kellett neki. Ibrahim Price góljával 1-0 Forest. Fox íveli be középre, Aitchison veszi le, Forest. Aitchison, Forest. És aztán a játékvezető észrevesz egy szabálytalanságot. Kühn az, aki elvéti. És az valószínűleg akkor egy büntető lesz. Állj! Egy az. Az nem is volt 16-oson belül? Kettő az. Ez nem is volt szabálytalanság. Akkor álljunk meg egy szóra. Ha ez szabálytalanságnak nézte a játékvezető, a szabálytalanság az itt kezdődik el. Nagyjából. És az a 16-oson kívül van. Még ha beesett volna az Exeter játékos a 16-oson belőle, a szabálytalanság a 16-oson kívül kezdődött meg. Ha ez tényleg szabálytalanság volt. Az én véleményem szerint nem. Büntető az Exeternek. Oké. Okay. Aitchison Forresttel szembe. Középre rúgja, Forrest elmegy balra, és egyenlít az Exeter City. Azt lehet mondani, hogy egy baklövésből, egy bírói baklövésből. 1-1. Niskanen, Cole kap egy labdát, 2-1 Exeter. És hát ettől féltem a legjobban, hogy ebből a gólból önbizalmat fog merni. Az Exeter, és meg is érkezett Cole, átveszi a vezetés az Exeter. Niskanen nagyon hosszan tolja meg, és Brown-tól érkezik a becsúszó szerelés, gyönyörű stuff.
Most jutott eszembe, szerintem elfelejtettem említeni egy új igazolást. Arthur Williams, a skót bal hátvéd. Van egy érzésem, hogy elfelejtettem megemlíteni. Reggel van, nemrég keltem, nézzétek el nekem. Leszek Vavrižnyák. Aitchison. Oda fog csorogni Coxhoz, Forrest. Price. Marek Baran nagyon jó fejes volt Price-tól! És a lengyel eltalálja a kapufát az első igazi helyzetén. Ki a szélre, Cabrera. Cabrera lekészít, Montoya, még egyel tovább. Adé, Ali! Akkor ez cserét hív. Montoya. Montoya indítja Richard Cseket. Richard Check! Mellé. Niskanen. Aitchison. Les. Vagy szabadrugás, amit az Exeter szeretne. Mitchell. Kiviszi. Contreras. Messiről Contreras! McDonald! 3 perces hosszabbítás. Forrest szöglettel kezdődik. Hát nem tudom, hogy Forrestnek itt kéne lennie. Smith. Acuña felé. Hát egy bírói baklövésnek köszönhetően nyert az Exeter City a nyitó meccsünkön a League One-ban, mivel az a büntető, ami hát szerintem mindannyian egyetértünk, hogy nem volt büntető. Az egy önbizalmat adott nekik, amiből meg tudták fordítani a mérkőzés egy rövid idő alatt, és aztán már túl sok teendője nem volt a hazai csapatnak. Hát itt van értelme lopást érzékelni a mi oldalunkról. Nem tudtam jobban megfogalmazni. A vége Exeter City 2, Forest Green Rovers 1. És akkor az elfeledett játékos, akiről elfelejtettem beszélni az epizód elején, Arthur Williams, a 17 éves skót balhátvéd, 59 overall. Nagy eséllyel Henry Brown mögé érkezik, de ki tudja, hogy mi lesz belőle. És akkor a Portsmouth ellen ki tudjuk állítani a jelenleg legerősebbnek kinéző kezdő 11-ünket az új igazolásokkal és a régi League 2-ba látozott játékosokkal. Így fogunk felni a Portsmouth ellen. Forrest, Brown, Rojas, Bader, McManus, Contreras, Ali, Smith, Check, Menza, Ramirez, Ali, Rojas, Bader bemutatkoznak. Forrest Green Rovers, Portsmouth. Gyengi, lágyon középre, Bishop! Forrest nem tud mit kezdeni vele. 3. perc. Vezet a Portsmouth. Dockerill, Bishop, Forrest, McManus bent tudja tartani. Nagyon szép. Contreras, még egyet tovább, Menza, Joshua! Joshua. Ez így nem lesz jó. Stevenson. Jó labdát kap. Bishop! Forrest véd! Bishop fölé. Richard Check. Nem is mondta, hogy a Menza várja középen. Ramirez! Hát, kis gól is gól. Ramiro Ramirez góljával egyenlítünk a Portsmouth ellen a 33. percben. De hát az egy érdekes gól volt, abban mindannyian egyetértünk. 1-1! Contreras. Richard Check kapja, nagyon szép összjáték a kettőjük között! És most mi vagyunk azok, akik hátrányból kiegyenlítenek és önbizalmat szereznek belőle. Richard Check átveszi a gólöntést Joshua Menzától az utóbbi fél évben körülbelül, 3-4 hónapban. 2-1 Forrest. Stevenson. Forrest nagyon akrobatikusan. És az első félidőnek vége. Morrell. Lane. 2-2. 54. perc. Lehetett érezni, hogy ez érkezni fog, mert beragadtunk a 16-osunk elé. Lane góljával 2-2. Bishop tolja meg, Bader van vele. És Bader elszedi tőle, nagyon jól játszik ma a svájci. Megint beragadunk. Bader. És nem tudjuk kihozni onnan. Nem tudom ki volt az, de nagyon jól érkezett. Contreras. 20 perc van hátra. Érezhető. Portsmouth fölény. Lane. Elmegy mindenki. Hát ha az Tony Rojas fejéről megpattan és abból betalál a Portsmouth, nagyon nagy problémák lettek volna. McManus. Egyedül van. Sean McManus. Érkezik vele Ramirez. Ramirez! Majdnem egy Tony Rojas hibából szereztünk meg a vezetést. Menza. Az nem les. Ramirez! Ramirez! Norris.
És a játékvezető lefújja, amikor Vavrinyak lelopja a Portsmouth paszt. 2-2 a végeredmény a Portsmouth ellen, egy nagyon... Hát... nem találok jó szót erre, hogy körülírjam, de nagyon... tele eseményekkel mérkőzésen, eseménydús mérkőzésen, ezt a szót kerestem. 2-2, megvan az első pontunk a Ligue 1-ban. Nem a legjobb kezdés, de innen már csak felfelé lehet menni, reméljük. David Badenek nagyon nagy mérkőzése volt a svájci hátvédnak. A vége Forest Green 2, Portsmouth 2. És akkor itt van vége a 15. résznek, a következő epizódot a Shrewsbury elleni Carabao Kupa mérkőzésre fogjuk kezdeni, és ugye mivel szeretnénk minél messzebb elmenni a kupasorozatokban, főleg így a sorozat elején, ezért nagyon nagy fókuszt fogunk rá világítani a Carabao Kupára. Ennyi volt a 15. rész, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam. Találkozunk legközelebb, sziasztok! With a